igazi gentry nemzet vagyunk továbbra is. Teljesen mindegy, pénz nem számít. Fizetünk a bankoknak, ha kell, ha nem. Mindenki panaszkodik, hogy milyen drágák a bankok, de semmit nem teszünk azért, hogyha van olcsóbb alternatíva. Megmutatjuk azt, hogy mit tehetsz azért, hogy 50-60 ezer forintot évente megtakaríts. És mivel a pénz számít, ezért ezt a cetlit leveszem, és megnézzük, hogy hogyan léphetünk előbbre. A kulcs jelen adásunkban az, hogy minden évben megkapod a bankodtól, hogy az előző évben mennyi költséget fizettél a számára. Kizárólag a bankszámlára, ahova beérkezik a fizetésed, onnan kártyával fizetsz, készpénzt veszel fel, vagy átutalsz. Erről kapsz egy költségkimutatást. Többségünk azt se tudja, hogy hol van ez a költségkimutatás, nem hogy kiértékelni, hogy mennyit fizetett a tavalyi évben. Bemutatjuk egy ügyfelünk példáján keresztül, hogy mennyit lehet megtakarítani irgalmatlanul sokat. Megmutatjuk azt is, hogy mennyi idő alatt érheted el ezt a megtakarítást, mit kell érte tenni, és utána eldöntheted, hogy továbbra is lusta maradsz el, és kifizeted az 50-60 ezer forintot a bankodnak évente. Oké, akkor nézzük a számokat. Tehát 2020-ban egy teljesen átlagos éves költségkimutatást látunk egy átlagosan rossz bankszámláról az egyik ügyfelünktől. Nézzük, a költségösszetétel úgy nézett ki, hogy ügyfelünk 19 ezer forintot fizetett a készpénzfelvételek után, hiába adott 150 ezer forintig az ingyenes készpénzfelvétel, még sikerült ezen túlmenően otthagyni 19 ezer forintot a banknál. A következő tétel, egyébként a készpénzfelvételek díja 0,7 és 1,4% között mozog, tehát 100 ezer forintnyi pénz hozzájutásáért fizetünk 700-tól 1400 forintig a banknak, ha nem jól veszünk fel, és nem jól élünk az ingyenesség lehetőségével. Átutalások után fizetett 14 ezer forintot közel, itt alapvetően azért meg kell jegyeznem zárójelbe, hogy a tranzakciós illeték a ludas, ami szabályozás által adott, tehát ezt ki kell fizetni a banknak, ez 0,3%, és körülbelül ennyibe kerülnek az átutalások. A bankkártyához kapcsolódó díjak 9300 forint. Csak az, hogy van egy bankszámlánk. Csak az, hogy van egy bankkártyánk. Ezt nem is értem igazán, 9300 forintot egy év alatt kifizetni egy bankkártyáért, totálisan felesleges. Utána jön a számlavezetési díj, ezzel még nem csinálunk semmit, 7000 forint, csak az, hogy létezik a számlánk, és nem csináltunk semmit az adott számlával. SMS díjak, kedvencem, 4700 forint SMS-re, 36 forint per darab. Helyezzük el ezt a 36 forintot. Ma egy feltöltő kártyás csomagba, ha nem a legrosszabbat választjuk, akkor is ez 19-20 forinttal már elérhető lehet feltöltő kártyával. És ezzel szemben itt fizettünk 36 forintot SMS-enként. Hát ugyancsak látszik, hogy a pénz nem számít. Menjünk tovább. Ebben a számlacsomagban még az e-bank és a mobilbanknak is van díja havonta, amire éves szinten 4200 forintot kifizetünk. Ez ráadásul a bankok 90%-ánál, lehet, hogy ezt sokat mondtam, bankok többségénél ez ingyenesen azért elérhető lehet. És van a folyószámla hiteléves díja. Mindezzel együtt 61000 forint körül van a kifizetett éves költség, ami irgalmatlanul sok. Hiszen elérhető, már minimál jövedelemmel elérhető ingyenes bankszámla. Mit jelent az ingyenes bankszámla? Nézzük! 0 forint számlavezetési díj, 0 forint tranzakciós illeték, azaz a tranzakciós illetéket sem fizetjük meg átutalásaink után. 0 forintos átutalási díj, 0 forintos éves kártyadíj, 0 forint éves összköltség. Az ingyenesség feltételei. Nem kell hozzá más, mint a minimál bért meghaladó összeg. Tehát 110 ezer forintnál több érkezik be havonta a számlánkra, akkor ingyenes tud lenni a számlánk. Az igénylő nem rendelkezik CIB bankszámlával, és a közelmúltban sem rendelkezett CIB bankszámlával, akkor érhető el ez a nagyon kedvező, teljes mértékében ingyenes számla, és kizárólag a bankmonitoron keresztül, tehát a bankmonitornál kell igényelni. De ez nem egy olyan kritikus feltétel, úgy gondolom, mindez egyben. Ma az ország lakosságának a jelentős része ezt
teljesíteni tudja, hogy teljes mértékben ingyenes bankszámlája legyen. Igen, joggal kérdezhetitek, hogy meddig ingyenes ez a bankszámla? Egy hónapig, két hónapig, fél évig? Nem. Kettő teljes évig, 24 hónapon keresztül garantált ennek a számlának az ingyenessége. Most, hogyha megnézzünk egy átlagos akciós vagy kiemelt ajánlatot, két éven keresztül garantáltan fenntartott díjmentesség, az egy kiemelkedően jó ajánlat. Tehát ennél többet nem várhatunk el, és nem is igazán látunk a ajánlatban. Oké, hogyan lehet használni úgy ezt a bankszámlát, hogy ingyenes maradjon? Figyelni kell a készpénzfelvételre, itt vagy két részletbe veszünk fel maximum 150 ezer forintot havonta, vagy egy alkalommal a CIBA automatájából akár 400 ezer forintot. A kettő közül az egyik működik. A tranzakcióinkról biztonsági értesítésként nem SMS-t kérünk, hanem mobil applikáción keresztül kérünk értesítést. De ma már mindenkinek van szinte okostelefonja, semmi akadálya, hogy az SMS-sel egyenértékesen egy applikációs üzeneten keresztül kapjuk meg a biztonsági értesítéseket. És nagyon fontos, hogy az ingyenesség fejében azt vállaljuk, hogy nem a bankfiókból indítjuk a tranzakciókat, hanem szépen online felületről, a mobilbankból, vagy az online banki felületből indítjuk el a tranzakcióinkat. És akkor itt mindenki eldöntheti, hogy továbbra is fizet 50-60 x ezer forintot évente a bankjának, hogy ez neki tétele, hogy lehajol-e ekkora pénzért, és ezt megtakarítja-e, esetleg arra vár, hogy majd az állam törvényileg ingyenessé teszi az összes bankszámlát, vagy önmaga is hajlandó tenni ezért, és előrelépni, és ezt az összeget megtakarítani. A jó hír az, hogy ma ehhez nem kell hatalmas nagy birkózást végrehajtani. Vagy egy normál regisztrációs folyamat után eljutunk, és a bankfiókban megnyitjuk a számlát, bankmonitoron regisztrálva, és a végén bankfiókban megnyitva a számlát, megkapjátok ezt a számlát, vagy egy teljes egészében online folyamaton keresztül, totálisan COVID-biztos környezetben, otthonról megnyitjátok ezt a számlát, és sehova nem kilépve 30 perc alatt, 30 percnyi erőfeszítéssel hozzájuthattok az új, teljesen ingyenes, két évig ingyenes bankszámlához. Mit kell ehhez tenni? Kalkuláljatok, nézzétek meg, teljesen transzparensen összehasonlítjuk, hogy kinek melyik a legjobb bankszámla. A magyar bankok 99%-ának a kínálata megtalálható a kalkulátorunkba. Kattintsatok a kalkulálj gombra itt a képernyőn, vagy a videó alatt elérhető linkben. Tegyetek bármit, a legkevesebbet tegyétek meg azért, hogy ingyenesen, olcsón, racionálisan tudjatok bankolni, és utána már kevesebbet kell panaszkodni azért, hogy miért is olyan drágák a hazai bankok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok, döntsetek jól, regisztráljatok, kattintsatok, kalkuláljatok. Ennyi volt mára.